Újabb 6 magyar állampolgár, köztük 4 gyermek, illetve 2 palesztin családtagjuk jutott ki a gázai övezetből, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hozzátette, a csoport már Egyiptomban van, így már csak 1 magyar állampolgár tartózkodik a területen, aki a maradás mellett döntött. Közben az izraeli hadsereg videót tett közzé a szerdai kórházostromról. A felvételen Izrael szerint az épületben hátrahagyott Hamas fegyverek láthatók. Itt állok az Al-Shifa bejáratánál. Ebben a videóban bemutatjuk, mi mindent találtunk a kórházban, mondta egy izraeli katonatiszt. Az izraeli védelmi erők egy 7 perces vágatlan felvételt tettek közzé a Gáza legnagyobb kórházában talált Hamas fegyverekről. A videó elején bemutatják, hogy a terroristák az intézmény összes kameráját leragasztották, majd egy emeri gép mögé rejtett zsákhoz sétálnak, amiben tölténytárak és kézigránátok láthatók. A katonák a felvétel hátralévő részében teremről teremre járják végig a kórházat. Állításuk szerint a képeken látható rengeteg katonai felszerelést a Hamas harcosai hagyták hátra. A videón azt is megmutatják, hogy több helyiségben is nagy mennyiségben találtak orvosi eszközöket. A kórház vezetése korábban azt állította, hogy vészesen elfogytak a készleteik. Izrael kórházi akciója után az amerikai elnök a harcok folytatásának jogosságáról beszélt. A Hamas újabb Izrael elleni támadással fenyegetőzik. Mégis mit lehet tenni ebben a helyzetben? Az izraeliek sokat kockáztattak azzal, hogy bevették a kórházat, így viszont teljesen világossá vált, hogy a Hamas valóban a kórházak alá rejti el a parancsnokságait. Nézzék, nem vagyok jós, nem tudom megmondani, hogy meddig fog tartani a háború. Én a két állami megállapodásban hiszek, de ehhez el kell jussunk arra a pontra, hogy egy újabb Hamas támadás lehetősége már nem merülhet fel, mondta Joe Biden. Az izraeli hadsereg csütörtökön is folytatta gázai hadműveleteit. Közleményük szerint légierejük reggel csapást mért a Hamas vezetője Ismail Haniyeh egyik otthonára. Közben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, szerdán 6 újabb magyar állampolgár, köztük 4 gyerek, illetve 2 palesztin családtagjuk jutott ki a gázai övezetből. A 6 magyar állampolgár, köztük a 4 gyermek és a 2 palesztin családtag a héten már meg is érkezhetnek ide Magyarországra a menetrend szerinti légijárattal. Egy magyar állampolgár úgy döntött, hogy ott marad Gázában. Neki is lehetősége lett volna ma eljutni a Rafai határátkelőhelyre és átlépni. Ő azonban önmaga a felajánlott lehetőség dacára úgy döntött, hogy marad. Vele természetesen kapcsolatot fogunk tartani az elkövetkezendő időszakban is. Viszont jó hír tehát, hogy a 15 korábban Gázában tartózkodott magyar állampolgárból az a 14, aki szeretett volna eljönni, el is tudott jönni. Izrael és térsége továbbra sem biztonságos. Csütörtök reggel izraeli rendőrök lepték el az egyik Betlehembe vezető utat. A hatóságokat azután riasztották, hogy egy palesztin férfi több izraeli lakost megsebesített egy fegyveres támadásban. Az elkövetőt végül a helyszínen lelőtték.